Köszöntöm nézőinket, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Ismét összeült a Tolnai Képviselőtestület, bemutatkozik a Kulturális Központ új vezetője, Senior Örömtánc, ezúttal Tolnán gyűlt össze négy csoport. Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. A városvezetés többek között döntött arról, hogy szeptembertől megszűnik egy óvodai csoport. Emellett hamarosan elkezdődik az Alkotmány utcai gyalogátkelőhely kialakítása. Az elmúlt időszakban csökkent az óvodába beiratott gyerekek száma, a képviselőtestület a legutóbbi ülésen ezért úgy döntött, megszüntetnek egy csoportot. Az eddigi 17 óvodai csoportból 11-et megszüntetünk, és a következő tanévtől, tehát szeptember 1-től 16 óvodai csoport fog indulni. Ez az óvodák telephelyeit nem változtatja, tehát ugyanúgy óvodai, 5 óvodai telephelyen folyik majd a nevelés. A Selyemgyári óvoda lesz az, ahol a három csoportból 2 fog indulni, és az egyik jelenlegi csoportszobából pedig egy torna szobát hoznak létre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván az óvodai nevelés a továbbiakban is zavartalan lesz, és arra számítunk, hogy a tolnai gyerekeket valóban Tolnára iratják be, és aztán, hogyha később esetleg nő a gyerekszám, akkor nyilván újra bővíteni fogjuk ezt a létszámot. A napi rendek között szerepelt a Tolnai Kulturális Központ vezetőjének kérése is. A város vezetés elfogadta, hogy eltolják a Bárka Fesztivál időpontját. Az augusztus 20-ai hétvégére már nem találtak olyan fellépőt, akit szívesen láttunk volna a Dunapartján, vagy a Dunaparton, a Bárka Fesztiválon, és itt szeptember első hétvégéjére, 8-9-ére tettük át a Bárka Fesztivál időpontját. Én azt gondolom, hogy még jó idő lesz, és talán többen is kilátogatnak, mint egy augusztusi hétvégén, hiszen akkor még előfordulhat, hogy nyaralnak az emberek. Tehát nyilván a képviselőtestület elfogadta az intézményvezető kérését, és akkor így szeptember 8-a körüli hétvégén lesz a Bárka Fesztivál új időpontja ebben az évben. A város jövőbeni fejlesztését illetően a képviselők arról határoztak, hogy elkezdődhet az Alkotmány utcai gyalogátkelőhely építése. A vállalkozó kérésére, és ő a költségviselője is egyébként ennek a zebrának a kialakításához. Nagyon régóta vártunk rá, de az engedélyeztetés elég jól elhúzódott, de úgy tűnik, hogy most már tényleg a kivitelezés rajtvonalához érkeztünk, és hamarosan, tehát kiválasztottuk a kivitelezőt, és hamarosan el fog kezdődni a zebra megépítése, ami hozzáteszem, hogy nem csak a fehér vonalak felfestéséből áll, hanem nyilván a zebrára vezető és onnan levezető járdát is kell építeni, és közvilágítást is kell, hogy magát a gyalogátkelőt szabályosan meg tudja az világítani. Úgyhogy azért húzódott ez ilyen sokáig, nem a fehér vonalak felfestése, csak egy zebrával kapcsolatos feladat. És a többi jövőbeni terveinkkel kapcsolatban ugye többször beszéltünk arról, hogy mi egy kicsit később szállunk be az új uniós fejlesztési ciklusba. Ugye korábban úgy volt, hogy fenntartható város leszünk. Abból a körből kikerültünk, de azt a célzott összeget, amit korábban a megyei önkormányzat nekünk címkézett, azt várhatóan meg is fogjuk kapni. Ez egy közel 4,5 milliárd forintnyi összeg, és ezeknek a pályázatoknak az előkészítése már javában folyik. Az önkormányzat első körben energetikai pályázatot szeretne benyújtani a sportlétesítmények korszerűsítéséhez. Aztán az úgynevezett élhető város vagy élhető településben több pályázatot is fogunk benyújtani. Az elsők között a szintén sportlétesítmények felújítása. Gyakorlatilag ebben a két pályázatban, az energetikában és a sportlétesítmények rehabilitációjában minden olyan sportlétesítményt szeretnénk korszerűsíteni, ami a város területén van. Értem ez alatt a lovardát, a városi csarnokot, a Lehel csarnokot és a sportszékházat is. És egy nagyon nagy probléma, nem csak Tolnán, hanem az egész országban, azt gondolom a csapadékvíz elvezetés.
Tehát igaz, hogy összességében kevesebb csapadék esik, de egy-egy alkalommal annál több, úgyhogy elég sok problémát okoz itt a városban is a települési csapadékvíz elvezetése. Erre két ütemben fogunk pályázatot benyújtani, gyakorlatilag itt az előkészítő tervek elkezdésére kerestünk vállalkozót, és azt döntött el a képviselő testület, hogy kivel fogja ezt a szerződést megkötni. Nyilván ez a része ez nem annyira érdekes, viszont az, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a csapadékvíz problémát megoldjuk a városba, ez egy mindenki számára nagyon-nagyon fontos kérdés. A tervek szerint több út is megújulhat a városban. Igaz, hogy itt is csak tervező kiválasztásáról volt szó, de nyilván a szándék, hogy a képviselőtestület további fejlesztéseket szeretne, az ebben már benne van. Jelen testületülésen arról döntöttünk, hogy a Kápolna lakótelep egy fenti szakaszán, ez a Víztorony utca és a Bartók Béla utca összekötése gyakorlatilag, ott a lakosok kérték, hogy szeretnének utat. Korábban terveztünk oda utat, de ezek a tervek ezek már elavultak, és ezeket fel kell frissíteni. Gyakorlatilag erre választottunk ki egy tervezőt, illetve a sportpályára levezető vásártéri útnak a megépítésére ide is tervezőt választottunk ki. Nyilván, ha a tervek elkészülnek, akkor utána pedig a kivitelezésről fogunk dönteni, úgyhogy remélem, hogy szépen lassan, de minden a helyére kerül majd. És még egy célt tűztünk ki, korábban még a forgalomszabályozási munkacsoport tett javaslatot arra, hogy Mözsön a Kölcsei téren, ami gyakorlatilag a volt cigánytelep, most egy nagy zöld terület, de mégiscsak van ott egy földút, ami jelen pillanatban nem útként van nyilván tartva, csak úgy az emberek átmennek, vagy keresztül mennek ezen a téren. A munkacsoportnak az volt a javaslata, hogy oda építsünk utat, mert az az életszerű, hogy ez egész nagy terület, hogy oda lehetőség szerint biztosítsuk az útépítést, tehát a szilárd burkolaton való áthaladást. Ez nyilván egy hosszú folyamat lesz, mert hogy itt rendezési tervet kell módosítani, de az első lépéseket itt is megtettük, úgyhogy előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ott is lesz út. A képviselőtestület várhatóan legközelebb június végén ül össze. A következő percekben Tóth Györgyit, a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár nemrégen kinevezett intézményvezetőjét ismerhetik meg, aki a jövőbeni terveiről is beszámol. Elődje nyugdíjba vonulását követően április 1-én vette át a Tolnai Kulturális Központ vezetését Tóth Györgyi, akinek egyébként nem volt idegen a közművelődés területe, 15 éve van már a pályán. Korábban már dolgoztam a Kulturális Központ elődjénél, illetve az elődjénék, mert akkor még nem Kulturális Központ volt, hanem Bezerédi Pár Szabadidőközpont és Könyvtár. 8 évet dolgoztam a Mözsi Művelődési Házban, művelődés szervezőként. Nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza arra az időszakra, hiszen egy kulcsos házból sikerült egy élő művelődési házat kialakítanunk az ott lévő civil szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel. Úgyhogy a mai napig nagyon szívesen emlékszem rá vissza. Kiállításokat hoztunk létre, előadássorozatot, hangverseny, koncerteket szerveztünk, úgyhogy igazán egy áldásos időszak volt ez a 8 év, amit Mözsön tölthettem. A vezető számos új tervvel, ötlettel állt az intézmény élére. Gyakorlatilag, amikor átvettem az intézmény irányítását, akkor még nem volt meg az elfogadott éves munkatervünk, hiszen a képviselőtestület teljesen jól gondolta azt, hogy ez a feladat az új intézmény vezetőjé lesz majd. Az elődöm elkészített egy éves munkatervet, azt némiképp átdolgoztuk, és elmondhatom, hogy készen vagyunk vele. A jó idő beköszöntével több programot szeretnénk, hogy legyen szabadtéren, amihez a Hősök terét fogjuk majd használni, illetve az Altaripa szabadidőparkot. A programok megvalósításába szeretnénk bevonni a civil szervezeteket, illetve az amatőr zenekarokat.
Ami legfontosabb volt, amikor átvettem a vezetést, akkor már félig elkészült a Városnapja program, ami most már teljesen készen van, illetve a képviselőtestület, polgármester asszony kérte tőlem, hogy a Bárka Fesztiválnak készítsük el a költségvetését. Elkészült a költségvetést, holnap fogja a képviselőtestület elbírálni. Hát bízunk benne, hogy egy olyan költségvetést sikerül majd kapnunk, amiből egy színvonalos, kétnapos Bárka Fesztivált meg fogunk tudni szervezni. Emellett a tervek között szerepel szeptemberben egy civil nap is. Ez a civil szervezetek bemutatkozási lehetőséggel, vetélkedővel, játékos formában, akár egy sütőversennyel, ez még körvonalazódik. Természetesen már, mint szokásos, hagyományá vált program az idősek napjára fogunk majd készülni, ami egy szintén nekünk egy nagy rendezvényünk lesz, hiszen az egész város időskorúaknak szóló programot szeretnénk szervezni erre. Aztán ami még nagy rendezvényünk az idei évben, az pedig az advent lesz, amit nem egy adventi hétvégére tervezünk, hanem egy adventi időszakra, ami ugye most kezdődik majd november végén, és hát tart egészen karácsonyig, úgyhogy több kisebb programot, és ezt a Hősök terén szeretnénk megvalósítani. A tolnai civil szervezetek vezetőinek éves találkozóján Tóth Györgyinek volt lehetősége bemutatkozni. Többek között elmondta, a civil szervezetek és a kulturális intézmény kölcsönösen egymásra vannak utalva. Szeretné, ha harmonikus lenne a viszony, ami közös műhely munkában is testet öltene. Nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, nagyon-nagyon kezdeményezőek, és látom, hogy vannak jó ötleteik, és anno, amikor én pályáztam erre az állásra, már benne volt a pályázatomban is, hogy gyakorlatilag a civil szervezetek nélkül egy település nem tud boldogulni. Nagyon sokszor a városvezetésbe, a településvezetőkbe nem tudatosul az, hogy milyen sok hozzáadott érték van egy civil szervezetnek a tevékenységében, és én szeretném, hogyha ez kibontakozhatna a kulturális élet területén, és mindenképpen a civil szervezetekre én nagyon-nagyon számítok ebbe az 5 éves munkába. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szemlési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. A
Folytatjuk is a Telena magazint. Közösség, szociális kapcsolat, testi-lelki egészség. Ezt adja a Senior Örömtánc az időseknek. Ezúttal Tolnán gyűlt össze 4 csoport, hogy közösen eltöltsenek egy kellemes, mozgással teli napot. Taps, taps, taps. Tovább, 2, 3, szembe, taps, taps, taps. Előre, 2, 3, szembe, taps, taps, taps. Tovább, 2, 3, szembe, taps, taps, taps. Hátra, hátra, 2, 3, taps. Vissza, 2, és karom. Körbe, 2, 3, négy. És a végén még egyszer. Mözsről, Kalocsáról, Paksról és Németkéről is érkeztek székkorúak a Tolnai Altaripa szabadidőparkba, hogy együtt hódoljanak közös hobbiuknak, a Senior Örömtáncnak. Szeretek táncolni, nagyon szeretem a társaságot, nagyon jó társaságunk van, jó hangulatot, megbeszéljük a dolgainkat, bármilyen problémánk vagy valami van, akkor azt meg tudjuk beszélni, jó kedvünk van. És egy kicsit el is fáradunk, ami az egészségünknek direkt jó, ez a mozgás. Mindegy, ahogy sikerült. A Senior Örömtánchoz nincs szükség előzetes tánctudásra, sem partnerre. Kíméletes az izmok, ízületek számára, viszont egyedülálló módon segíti a demencia és az Alzheimer-kor késleltetését, mondja az oktató. A mai programnak az volt a célja, hogy 4 csoportom van, Mös, Kalocsa, Paks és Németkér, és szerettem volna, hogyha ezek a táncosok megismerkednek egymással, miután ugye egyforma a hobbiuk, ezért gondoltam, hogy lesz közös nevező köztük. A másik, szerettem volna megmutatni a hozzátartozóknak, hogy mi az, ahova a nagymamák rendszeresen elmennek, és lehetőleg ebben az időpontban, amikor tánc van, akkor nem érnek rá semmi más. Fontos ez számukra, hogy itt legyenek, aki egyszer megszerette ezt a táncot, az azóta nagyon szívesen jár ide, és hogy szerettem volna, hogyha megismerik a hozzátartozók is, hogy mi az, ami számunkra ilyen fontos, meg hogy meglássák ezt a közösséget, ahova szeretünk járni, hogy milyen is valójában. Ez a Senior Örömtánc, ez az idős korosztálynak van, és arról szól, hogy karban tartson tulajdonképpen bennünket, úgy szellemileg, mint mozgásilag, tehát ez elsősorban igazából agytorna, tehát az agyat mozgatja meg, mert nagyon fontos, hogy ez alatt a másfél óra alatt, amíg táncolunk, magunkra, csak magunkra figyeljünk, akkor tudjuk ezeket a koreográfiákat elsajátítani. Ezek viszonylag rövid koreográfiák, amit ott helyben meg kell tanulni, nem kell megjegyezni, csak addig, amíg ott vagyunk, hogy figyeljünk, tanuljunk, és közben ugye élvezzük a zenét, a társaságot, és hát, hogy együtt vagyunk, ezt az együttlét örömét. És még egyszer. Volt most egy kis bemelegítő tánc, most majd csoportokat fogunk kialakítani, lesz egy-két táncok közben, ilyen pihenő időben lesz egy-két ilyen versenyszám, ilyen nagyon szolid, ami a mi korosztályunknak megfelelő. Végén lesz majd egy eredmény hirdetés, és minden szám között lesz pár tánc, amikor táncolunk. Tehát tulajdonképpen erről szól az egész nap. A Mözsi Klub most már lassan, hát szeptemberben leszünk 5 évesek, még nem teljesen 5 éve alakult. Ő volt az első kezdő csoportom, aki végig kísérte a próbálkozásaimat, meg a fejlődést, ami közben legalábbis, hogy remélem, hogy történt. És nagyon lelkesek, itt most a kékpólósok, a mözsiek, akik látszik, hogy nagy számban itt vannak, akik segítenek is itt, hogy ez a program lehetőleg zökkenőmentesen bonyolódjon le. 5 éve vagyok oktató most már. Amióta csinálom, nyugdíjba jöttem, és akkor gyorsan volt egy ilyen lehetőség, és meg is találtam a helyemet, ahol nekem lennem kell. Néha előfordul, hogy valahol föllépünk, mondjuk júniusban éppen minden hétvégén, de jellemzően azért ilyen sokat nem. Néha föllépünk, igazából ennek nem ez a feladata, hogy föllépjünk, de ha kapunk egy fölkérést, akkor a csoport szívesen készül rá, és akkor megmutatjuk, hogy tényleg miről is szól ez a Senior tánc, meg hát ha több embernek kedvet csinálunk, mert én úgy gondolom, hogy az idős korosztálynak ezt receptre kéne fölírni. A Senior táncosok a Tolnai Dunaparton egy kellemes, sportos napot töltöttek el. Go, hey,
Maráciné Kovács Mária és Kovácsné Füri Margit vehettek át idén Tolnavárosért kitüntető díjat a Városnapja alkalmából. Ismerjék meg őket! Iskoláknál dolgoztam. 26 évig voltam a Széchenyi iskolában gazdaságvezető, és amikor összevonták az intézményeket, akkor kerültem a Vosinszki iskolába, és onnantól foglalkoztam tulajdonképpen még jobban az alapítványokkal, a civil szervezetekkel. Elsősorban alapítványoknak a könyvelését, adminisztrációs teendőt itt végzem. 92-ben alakult az első olyan alapítvány, amelyiknek végül is jelenleg is tagja vagyok. Nagyon sok pályázatot írtunk az alapítványokkal az elmúlt évek alatt. Ez a munka közös munka, az alapítványok egyesületek vezetőivel együttműködve tudunk jó pályázatokat írni és megvalósítani. Én elsősorban a pénzügyi részét viszem az alapítványoknak, de segítek az alapítványoknak a pályázatok megírásában. Két lányom van. Örülök neki, hogy mind a kettő toleráns, és az unokáim is toleránsak, hogy az alapítványokkal, egyesületekkel napi szinten foglalkozom. Többször van olyan, hogy ott vannak nálam, és jönnek az alapítvány képviselői. Én úgy gondolom, hogy az alapítvány képviselői már mindegyik ismeri az unokáimat, mert elég sokat vannak nálam. És köszönöm a családomnak, hogy tovább dolgozhatom ezért a nemes ügyért. Igyekszem továbbra is, hogy hozzájárulhassak az oktatás és a város kulturális életének gyarapításához. Mindig is ezért dolgoztam, és ameddig tudok, ezért is szeretnék dolgozni. Széchenyi utcai lány vagyok, és a környezetemben azt hiszem megtalán Tolnán is a családunkat mindenki ismerte. Apám hajós volt, tőle kaptam azt a lelkületet, hogy a közösséghez tartozzunk, mert a hajósok összetartottak. Édesanyám gyárban dolgozott, először a textilgyárban, utána a sejemgyárban, és őt is mindenki nagyon szerette. Tőle kaptam a hitemet. Tolnára kerültem be, egy évig napköziben tanítottam, akikkel még most is együtt vagyunk, úgyhogy találkozunk havonta egyszer a volt pedagógusok a kettes számú iskolában. A mai napig is
a havontai összejövetelen emlegetjük a régi szép időket. Nagyon sok segítséget kaptam tőlük. A 11-ben alakult itt Tolnán a Karitász. Ez is egy közösség lett. Egy olyan közösség, amiben a hitem szerint tudok adni az embereknek jó szót, emberséget, szeretetet, és mindent, ruhát, ételt, mindent. Ez ennek megválasztottak a csoport vezetésére, és akkor azóta 12 éven keresztül aktív részese voltam a csoportnak. Én nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy ebben a dologban engem támogattak, és itt vannak köztem az ünnepségen, a családomnak és a Caritas csoportnak. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!